Jó estét kívánok! Ez a Kecskeméti Televízió hírműsora, hírös hírek 19 órakor. Már is mutatjuk mai témáinkat. Idén is csatlakozott a Lányok Napja országos programsorozathoz a Neumann János Egyetem. Ítélet született a hasba szúrt kislány ügyében, kiderült az orvos és a nagymama is bűnös volt. Több mint 10 elektromos autótöltőállomás van Kecskeméten, de még mindig sokan helytelenül használják ezeket. A Neumann János Egyetem idén is csatlakozott a Lányok Napja elnevezésű országos programsorozathoz. A rendezvényen középiskolás lányok látogathatták meg az intézményt, akik interaktív programokon keresztül gyakorló szakemberektől kaptak betekintést a tudományok, a technológia és az informatika világába. Negyedik alkalommal várta a középiskolás lányokat a Kecskeméti Neumann János Egyetem ganfkara. A Lányok Napja programsorozat célja az volt, hogy megmutassák a fiatal hölgyeknek, milyen képzések vannak az intézményben. Szükség van a mérnöki pályákon és a nőkre. Egy picit más a női logika még mindig. Akárki akármit mond, ezt én még mindig így gondolom. És ezt a női logikát nyugodtan be lehet vinni a mérnöki pályákba. Sokszor a hölgyek, most picit magam mellett beszélek, mint informatikus is, teljesen más logika mentén tudnak gondolkodni, és teljesen más megvilágításban látják az egyes problémákat, amit ugye a műszaki világban meg kell oldani. Szemmel láthatóan nő a Kecskeméti Neumann János Egyetemre jelentkező lányok száma. Annyi tapasztalunk, hogy mivel indult a logisztikai mérnök alapszakunk 2 éve, ez azért a lányok körében népszerűbb képzés, mint az összes többi szakunk, de előfordul az, tehát mondjuk mérnök informatika szakon is, amit én most személyesen is tudok, például duális hallgatónak 2 lányt vettek föl most 18 szeptembertől. Az idei program egyik hangsúlyos eleme az a kerekasztal beszélgetés volt, amelyen a fiatal lányoknak lehetőségük volt betekintést nyerni a tudományos és műszaki területeken dolgozó nők életébe. De természetesen voltak interaktív programok is. A fiatalok műhelyekbe és laborokba látogattak, például hajszálat vizsgálhattak a gépész tanszék mérőlaborjában. Ítélet született a hasba szúrt kislány ügyében. Kiderült, az orvos és a nagymama is bűnös volt. A Kecskeméti járásbíróság ítéletet hirdetett abban az ügyben, amelynek vádlottja egy orvos és egy nagymama. A 60 éves nagymama saját háztartásában nevelte Lajos Mizsén a fia kislányát. 2015. szeptember 9-én fia egy késsel több alkalommal megszúrta a másfél éves kislányát, majd öngyilkossági szándékkal magát is több alkalommal mellkason szúrta. A nagymama először tagadta a történteket, majd késleltette az orvosi ellátást. A rendelőben az orvos nem vizsgálta meg körültekintően a kislányt, és elmulasztotta annak tisztázását is, hogy a gyermek életveszélyben volt-e. A gyermek a szúrások következtében nagy vérveszteséggel járó életveszélyben. Veszélyes sérüléseket szenvedett, csak a késői szakszerű orvosi ellátás miatt nem következett be a halála. A kecskeméti törvényszék az apát emberölés büntettének kísérlete miatt 13 év fegyházban végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte. A bíróság az orvos bűnösségét foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetésben, a nagymamáét pedig segítségnyújtás elmulasztásában állapította meg. Az orvost 2 évre próbára bocsátott, a nagymamát pedig 1 év 6 hónap végrehajtásában 3 év próbaidőre felfüggesztett börtönre ítélték. Az ítélet nem jogerős. Kecskeméten is loptak az állellenőrök. A Veszprémi járási ügyészség egy gyáli férfi és 2 budapesti nő letartóztatását indítványozta, akik vízminőség ellenőrnek adták ki magukat, hogy így jussanak be idős emberek lakásába. Az ügy kecskeméti sértettjétől az elkövetők aranyékszereket tulajdonítottak el. Kecskeméten, Szolnokon, Budapesten, Győrött és Körmenden is vízminőség ellenőrnek adta ki magát egy gyáli férfi és 2 fővárosi nő a megalapozott gyanú szerint. Összesen 9 idős embert foszthattak ki. A rendelkezésre álló adatok alapján a bűncselekményekkor egy vagy több gyanúsított is ellenőrnek adta ki magát, majd a lakásba bejutva elterelték a sértettek figyelmét, miközben a készpénzüket, ékszereiket eltulajdonították.
A gyanúsítottak által okozott kár alkalmanként 40 ezer forinttól 2 millió forintot megközelítő értékig terjed. Az ügy kecskeméti sértettjétől a vád szerint az áll ellenőrök aranyékszereket tulajdonítottak el. Két esetben nem jártak sikerrel, mivel a tulajdonos észrevette, hogy a lakásba olyan személy is bejutott, akit nem engedett be. Egy másik sértetnek pedig gyanússá vált az elkövetők viselkedése, és így mindketten elküldték őket a lakásukból. A Veszprémi járásbírósága többrendbeli bűnszövetségben elkövetett kifosztás büntettével gyanúsított három elkövető letartóztatását rendelte el. A végzés ellen a két női vádlott fellebbezett. Két éves személyautó gurult a Tiszába Szentesen. A gépkocsi tulajdonosa a strand mellett parkolt, és valószínűleg nem húzta be az autó kézifékjét. Egy horgász vette észre, hogy a vízen úszik az autó. Mikor csónakjával közelebb ment, akkor látta meg, hogy nincs benne senki. Mindeközben megérkeztek a helyszínre a tűzoltók. Ekkor a gépkocsi már körülbelül 800 métert sodródott Szeged felé a Tiszán. Az egyik tűzoltó drótkötéllel egy fához kötötte, hogy ne sodródjon tovább, de a jármű ekkor már a víz alá merült. Később Szegedről megérkezett a vízimentő tűzoltó szakszolgálat, akik jelenleg is azt igyekeznek megtervezni, hogyan emeljék ki a vízből a pár éves autót. Több mint 10 elektromos autó töltőállomás van már Kecskeméten. Ezeknek a helyes használata nem csak a hagyományos üzemanyaggal rendelkező autósok számára nem egyértelmű, de még maguk az elektromos autók tulajdonosai sem ismerik. Kecskeméten már több mint 10 elektromos autó töltőállomást helyeztek ki, köztük a legújabbat a Decathlon parkolóban. Az új töltőállomáson egyszerre összesen 4 autó tölthető. Az állomások helyes használata azonban komoly problémákat okoz az autósoknak, melynek stábunk ma utána járt. Kecskeméten egyre többször fordul elő, hogy nem elektromos autókkal parkolnak elektromos töltőállomásokon. A kecskeméti városrendészet májustól elképzelhető, hogy büntetni fogja a szabálytalanul parkoló autókat. A városban egyre több az elektromos autó és a rendelkezésükre álló parkolóhelyek száma is. Sokszor az elektromos járművek tulajdonosai a gépjármű feltöltése után parkolóként is használják az állomást. Sajnos nagyon sokszor tele van a parkoló, és olyan autók állnak oda, nem elektromos autók, akik sem a parkolónak veszik ezt a helyet. Hogy nem tudják, véletlen, vagy csak ez a parkoló szabad, ezt nem tudom. Kinga, aki évek óta elektromos autóval jár, elmondta, hogy nagyon hálás Kecskemétnek, amiért ennyi lehetőséget biztosít számukra. Vannak sofőrök, akik azonban nem veszik figyelembe, hogy az általuk parkolásra kiválasztott hely elektromos töltőpont. Az egyik itt parkoló autósofőrjétől megkérdeztük, hogy ismeri az állomásra vonatkozó szabályokat. Konkrétan, ha elolvasom rá, jövök azonnal, igen. A sofőr azonnal elállt az állomás területéről, de sokan nem veszik figyelembe a tiltótáblát. Egyelőre úgy tudjuk, hogy a kecskeméti városrendészet jelenleg figyelmeztetni igyekszik a szabálytalankodókat, májustól azonban szigoríthatnak és akár bírságot is kiszabhatnak. Nőtt a kereslet a Kecskeméten gyártott Mercedesek iránt. A Daimler első negyedéves beszámolója viszont több kategóriában is csökkenésről tanúskodik. Az autópiac globális visszaesése a Mercedes sem került el. A Kecskeméten gyártott modellek iránt azonban növekedett a kereslet, derült ki az Origo.hu oldaláról. A Daimler első negyedéves 39,7 milliárd eurós árbevétele nagyjából azonos lett a 2018-as időszakban elért értékekkel. A társaság üzemi eredménye viszont 16, illetve 9%-os visszaesést tükröz az előző évhez képest. A cég eladásai az első negyedévben ugyan meghaladták az 555 ezer személyautót, de ez mégis 7%-os csökkenést jelentett. A gyengébb teljesítmény elsősorban a globális autópiac lassulására, továbbá az értékesítési struktúra átalakítására vezethető vissza. A cég autóeladásai az összes meghatározó kategóriában alacsonyabbak lettek, egyetlen kivételt a kompakt autók értékesítése jelentett, amely 11%-kal növekedett 2019 első negyedévében. Magyarország számára ez jó hír, hiszen a kecskeméti üzem kiemelt szerepet játszik a kompakt modellek gyártásában.
Idén ismét a Tó Hotelnél rendezik meg Kecskeméten a városi majálist. A rendezvény ideje alatt a vendégek két kaput is használhatnak a Benkó Zoltán Szabadidő Központ Csabai Géza körút felüli oldalán. A korábbi évektől eltérően új helyszínen, a Tó Hotelnél rendezik meg a városi majálist szerdán. Mint az már megszokott, a program idén is felvonulással kezdődik, amelyen a Kecskemét Táncegyüttesnek a Hegedűs Együttes húzza a talpalávalót. A közel 4 évtizede muzsikáló zenekar kíséri majd a májusfa táncot és a táncosok színpadi fellépését is. Igazi vásári hangulatra számíthatnak a Benkó Zoltán Szabadidőközpontba látogatók. Lesznek gólyalábasok, finom ízek és sörivóverseny is. Fellép a kecskeméti városi fúvószenekar, az Embodon Pál Zeneiskola tehetséges muzsikus palántái pedig előadják nagy sikerű Trónok harca feldolgozásukat, valamint számos más emlékezetes filmzene is felcsendül. A TST Tánc Stúdió és a Grapevine Show Dance Club műsorát láthatják ezután az érdeklődők. Az est sztár fellépője a The Beavers lesz. Napközben népi játékok, kézműves foglalkozások és vidámpark várja a gyerekeket, a Hófánk pályát pedig kedvezményesen vehetik igénybe a csúszni vágyók. A Benkó Zoltán Szabadidőközpont május 1-én ingyen látogatható. Kecskemét volt a helyszíne a Vigyázz, kész, pénz vetélkedő regionális döntőjének. A versenyen a Bács-Kiskun megyei és a Jász-Nagykun-Szolnok megyei általános iskolák csapatai mérték összetudásukat. A kecskeméti Széchenyi Városi Arany János Általános Iskola 4D osztályosok csapata nyerte a 3.-4. osztályosok kategóriáját a KNTH Vigyázz, kész, pénz pénzügyi vetélkedőjén. Az eseményt idén 9. alkalommal rendezték meg az általános és középiskolások számára, mivel különösen fontosnak tartják a szervezők, hogy a felnövekvő generáció tagjai mielőbb elsajátítsák az alapvető pénzügyi ismereteket. KNTH Bank Vigyázz Készpénz programján keresztül fontos célpont az, hogy a fiatalokat megtanítsa a pénzre, a pénzzel való gazdálkodásra, és el kell mondom, hogy nagyon széles körül az érdeklődés a vetélkedő kapcsán a diákok tekintetében és az iskolák vonatkozásában is. Nagyon fontos, hogy olyan alapokat tudnak a gyerekek szerezni, amivel majd később felnőttként okos döntéseket tudnak hozni. A kecskeméti regionális középdöntőn 89 gyerek vett részt Bács-Kiskun és Jász-Nagykun Szolnok megyéből, akik izgalmas és kreatív feladatokon keresztül találkozhattak az öngondoskodás, a digitális bankolás, a biztosítások, a hitelek és az online vásárlások témaköreivel. Engem nagyon érdekelnek a pénzügyi dolgok, így, hogy az anyukám is könyvelő, és szeretném, hogyha mindent megtanulok, hogy jól döntsek felnőtt koromban. A versenyre még 11-es évfolyamos diákok is jelentkezhettek. A kategóriák nyertesei tableteket, vezeték nélküli fülhallgatókat, ajándékutalványokat kaptak, valamint a legjobbak vehetnek majd részt az országos megmérettetésen. Jótékonysági futógálát szervezett kedden a Kecskeméti Református Gimnázium. 2011-ben indult el a rendezvény, ami minden évben nagy siker a tanulók körében. Közös bemelegítéssel kezdődött a kedden tartott jótékonysági futógála, majd a tanárok és diákok futottak és sétáltak az iskola körül. A befolyt összegeket minden évben egy-egy fogyatékos gyerekeket gondozó intézménynek adják, amit a fiatalok a futás során felajánlanak. Az idei évben az általános iskola is bekapcsolódott. A résztvevők jutalmul csokit és hűsítővizet kaptak. Az iskola számára lényeges, hogy diákjaik megtapasztalják, milyen az összetartozás és hogy mennyire fontos segíteni másokon. A szervezők elmondták, idén a ceglédi Molnár Mária Református Fogyatékos Ápoló Gondozó Otthon támogatják. Az intézményből 15-en jöttek el, hogy részt vegyenek a futáson. Hozzátették, hogy a Kecskeméti Református Iskola diák szociális alapját is szeretnék támogatni a befolyt összegből. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit még egyszer röviden. A Neumann János Egyetem idén is csatlakozott a Lányok Napja elnevezésű országos programsorozathoz. A rendezvényen középiskolás lányok látogathatták meg az intézményt. Ítélet született a hasba szúrt kislány ügyében, kiderült, az orvos és a nagymama is bűnös volt.
Több mint 10 elektromos autótöltőállomás van ma már Kecskeméten, de még mindig sokan helytelenül használják ezeket. A parkolóhelyekre sokszor hagyományos gépjárművekkel is beállnak. Nőtt a kereslet a Kecskeméten gyártott Mercedesek iránt. A Daimler első negyedéves beszámolója viszont több kategóriában is csökkenésről tanúskodik, de a helyben gyártott kompakt autókból többet adnak el. Önök a hírös híreket a Kecskeméti Televízió híradóját látták. Műsorunkat hamarosan Kiemelő című magazinunkkal folytatjuk, melyből megtudhatják, milyen újdonságokkal várja idén a látogatókat a Majál és a Benkó Zoltán szabadidőközpontban. Azt is kiderítjük, miért választ magának egy fiatal lány műszaki jellegű pályát. Végül bemutatjuk, hogyan ünnepelték a Magyar Film Napját Kecskeméten. Olvassák és nézzék hírportálunkat, a cím híres.hu. A híres híreket 20 óra 40 perckor, 22 óra 20 perckor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 és 8 óra 40 perckor ismételjük meg. Ezen kívül a kecskeméti tv.hu weboldalon bármikor ismét megtekinthetik. Kedves nézőink, friss hírekkel, információkkal holnap után, tehát csütörtökön várjuk Önöket a szokásos időben 7 órakor. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Május 1-én már többfelé kisüthet a nap, szakadozott lesz a felhőzet, de elszórtan kisebb eső, záporok, egy-egy zivatar kialakulhat. Feltámad az északi-északnyugati szél, élénk erős, északnyugaton időnként viharos lesz, a maximumok 17-22 fok között alakulnak. Csütörtökön a hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett a megnövekvő gomoly felhőkből elszórtan kialakulhat kisebb zápor, esetleg egy-egy zivatar. Többfelé élénk erős lesz a nyugati szél, délután 18-23 fokig melegszik a levegő. Pénteken megnövekszik a felhőzet, a nap második felében egyre többfelé számíthatunk csapadékra, helyenként zivatarokra. A szél ismét felerősödik, helyenként viharossá fokozódik, 16-23 fok valószínű. Hétvégén viharokkal tarkított szeles, esős időre van kilátás, vasárnap jelentős lehűlés jöhet. Évvel ezelőtt, 1934. április 30-án választották meg Kecskemét polgármesterévé dr. Kiss Endrét. Az ősi, nemesi kecskeméti családból származó, jogi végzettséggel bíró új városvezető e szavakkal fogadta kinevezését. Minden idegszálig, lelkem mélyéig meghatva állok e helyen, Kecskemét hivatottjainak és választottjainak színe előtt, akik elhívtak ennek a városnak, az Alföld és a Duna-Tisza köze szívének és vezérlő magyar lelkének igazgatására. Rendíthetetlenül hiszek a kecskeméti népnek és földnek csodás erejében, kiapadhatatlan forrásaiban, szívósságában, a földre esések után újra és újra talpra állásában, és abban, hogy városunk jobb jövő előtt áll. Kiss Endre polgármestersége rövid ideig, 4 évig tartott. Ez alatt Kecskemétet igyekezett kiemelni az ismeretlenségből. Törekvését az idegen forgalom fellendítésével érte el.
Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök Kiemelő című magazinműsorunkat látják. Mai magazinunkból megtudhatják, hogy milyen újdonságokkal várja idén a látogatókat a Majális, a Benkó Zoltán szabadidőközpontban. Azt is kiderítjük, miért választ magának egy fiatal lány műszaki jellegű pályát. Végül megmutatjuk, hogyan ünnepelték a Magyar Film Napját Kecskeméten. Már is kezdünk! Laborlátogatások, fröccsöntő üzem megtekintése, hajszálvizsgálat. Egyebek mellett ezekkel várta a Kecskeméti Neumann János Egyetem a középiskolás fiatalokat a Lányok Napja alkalmából megrendezett programsorozaton. Az érdeklődés minden évben nagyobb. Idén már több mint 30 diák érkezett a felsőoktatási intézménybe. Az anyagvizsgáló laborban keménységmérést fognak megnézni. Laborlátogatások, mérések, kiállítások és beszélgetések várták a középiskolás lányokat a Kecskeméti Neumann János Egyetemen. A fiatal hölgyek pedig biztosan nem csak a kisötösre hajtottak. Plankata Rebeka, a 10. osztályos tanuló már második éve jelentkezett a programsorozatra. Érdekel a műszaki pálya, és úgy gondolom, hogy nem csak egy férfi állhatja meg benne a helyet, hanem ugyanúgy nőnek is jelenthet. Ez egy nagyon sikeres karriert, és ugyanúgy meg tudja állni a helyét. Rebeka szerint a középiskolában is vannak olyan tantárgyak, amelyek a férfiak tantárgyaivá vannak kikiáltva. Főleg informatikában, tehát ez nagyon ilyen férfi szakmának minősül, de igazából az én osztályomban is vannak informatikusok, és meglátszik, de közben meg már a mai világban már nem annyira szokatlan, meg már megszokott. A lányoknak pedig mindenben segítségükre voltak azok a nők, akik szintén olyan pályákon tanulnak, vagy váltak sikeressé, amelyek elvégzése inkább a férfiakra jellemző. Ilyen például az a járműépítő csapat, amely Magyarország egyetlen olyan egyetemi csapata, amelynek tagjai elektromos motort építenek. Mikor ide jöttem egyetemre, akkor én tudtam azt, hogy járműépítő csapatban szeretnék tevékenykedni, és féltem is attól, hogy a fiúk, illetve hát már úgy ez a fiúk a csapatban, illetve az egyetemen is, meg a tanáraim hogyan fognak hozzám viszonyulni, ugye egy lány járműmérnökin, ez tényleg nem egy elterjedt dolog, viszont meglepően jól fogadtak. Befogadóak és kedvesek, viszont ehhez kell az, hogy lássák azt, hogy tényleg eltökélt vagyok, kell, hogy lássák azt, hogy fejlődni akar az az adott személy, illetve tanulni. Mert sajnos nem olyan műszaki tudásra jöttem ide, mint a fiúk, ugyanis gimnáziumból érkeztem, viszont odaálltam melléjük, és az elmúlt hónapokban már annyi mindent tanultam meg tőlük, azzal, hogy ott vagyok, és figyelek, hogy bebizonyítottam nekik azt, hogy én ezt csinálni akarom, én erről tanulni szeretnék, és hogy ez engem érdekel, és így mindenben segítenek. Egy férfi és egy nő teljesen máshogy gondolkodik, teljesen más irányból, más útvonalon közelítünk meg egy problémát, és amiben egy fiú jó, mondjuk a műszaki oldal, nem biztos, hogy a szervezői készsége, az előadói készsége annyira jó, mint egy lányi. De egy mérnöknek nagyon összetettnek kell lennie, és éppen ezért a mérnökök is csapatban dolgoznak. A járműépítő csapatok is azért ilyen összetételűek, mert szükség van mindkét nézetre és sok emberre ahhoz, hogy a lehető legjobb megoldást találjuk meg egy adott problémára. A programsorozat üzenete nem volt más, mint hogy a lányok ismerjék megvalósítani álmaikat. Mai vendégünk a Kecskeméti Televízió stúdiójában Székely Lilla, a Hírsport Nonprofit Kft. Kommunikációs és marketing osztályvezetője, akivel a városi Majálisról beszélgetünk majd. Igyekszünk kideríteni, milyen újdonságokkal várja idén a látogatókat a Majális a Benkó Zoltán szabadidőközpontban. Üdvözöllek, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, már csak azért is, mert most a célegyenesbe fordult a stáb. Első váratlan kérdésem az lenne, hogy ugye régi új helyen köszönhetjük a Majálist, mert hogy a Tó Hotel mellett döntöttetek. Miért? Igen, az előző években a Majálist a Dom felületi területén rendeztük meg a szabadidőközpontnak,
Azonban aki a Nyíri úton közlekedik, láthatja, hogy most is komoly beruházások zajlanak azon a területen. Kosárlabdapályákat építünk, futópálya is létesült, és emiatt az ottani terület olyan mértékben csökkent, hogy színvonalasan már nem tudtuk volna megrendezni a majárist. Viszont ez a szervezés közben, illetve a munkafolyamatok közben kiderült, hogy az új helyszín még elkezelhető, hogy jobb is lesz. De most áttettétek a helyszínt, ez az egyik. Viszont milyen alapvető szervezési problémákat próbáltok megoldani, illetve hát kiket vártok a rendezvényre? Hogyan állítjátok össze a műsort? Nagyon fontos szempont, hogy aki kijön a majálisra és megtisztel minket azzal, hogy a rendezvényen részt vesz, minden korosztály jól érezze magát, és kellemes élményekkel távozzanak tőlünk. Ez a majális is egy család, illetve gyermekbarát rendezvény, különösen erre a két célcsoportra koncentrálunk. A gyerekeknek is egész nap lesznek folyamatosan programok, és a felnőttek is azon kívül, hogy ételeket fogyaszthatnak, italokat fogyaszthatnak, nekik is kiegészítő programokkal is készülünk. De akkor most térjünk rá a valódi dolgokra. Mire izgulhatunk rá, milyen programokkal vártok bennünket az ükunokáktól kezdve az üknagypapákig? Hogyha időrendi sorrendben haladunk, akkor a majális napján már szokásosan évek óta egy tavaszköszöntő felvonulás szokott elindulni a főtérről, a 0 km kőtől. Ez idén is lesz? Ez idén is lesz természetesen. 10 órakor fog indulni a menet. Mi lesz az útvonal? Az útvonal az előző évekhez hasonlóan fog alakulni, de mivel új rendezvényterületünk van, ezért a felvonulásnak a vége a Csabai Géza körútra rá fog kanyarodni. De még térjünk vissza a 0 km kőhöz, ahol egyébként 3:45-től várjuk az érdeklődőket, mivel ezen a felvonuláson bárki részt vehet, viszont alapvetően a Kecskemét Tánc Együttes, illetve a Hegedűs Együttes azok, akik a felvonulásban részt vesznek. Hát meg az alaphangulatot is megadják, gondolom. Bizony, ugye? És tényleg mindenkinek ajánlom, hogyha egy kellemes sétán részt venne, hogy bátran látogasson ki, csatlakozzon hozzánk, mert nagyon hangulatos szokott lenni ez a felvonulás. Tehát 10 órakor fogunk elindulni a 0 km kőtől, a Petőfi Sándor utcán vonulunk végig, majd a Kőhíd utcára fogunk elkanyarodni, onnan pedig a Nyíri útra, és a Nyíri út, illetve Akadémia körút kereszteződésénél fogunk balra elkanyarodni, és a Csabai Géza körúton menni végig. Az új rendezvényterülettel kapcsolatban nagyon fontos kiemelni, hogy két kapun, két rendezvénykapun keresztül lehet majd megközelíteni a területet. Az egyik kapu a Csabai Géza körút, illetve a Fürdő utca kereszteződésénél egy újonnan létrehozott kapu, amelyet kifejezetten a majálisra alakítottunk ki. Ennél a kapunál egyébként egy nagy célkapu is fel lesz állítva, tehát mindenkinek felismerhető lesz ez a bejárat. A másik pedig szintén a Csabai Géza körútról fog nyílni, a Tatársornál található kereszteződésnél, tehát a vasút melletti kapunál is megengedett lesz a gyalogos belépés. Gondoltunk azokra is, akik nem a közelben laknak és autóval érkeznének a majárisra, számukra ingyenes parkolási lehetőséget is fogunk biztosítani. Az egyik parkoló a kórház melletti parkoló, ami szintén a Csabai Géza körútról nyílik. A másik parkolási terület pedig emellett a parkoló mellett található nagy füves területen lesz kialakítva. Értem, jó. A programokon, tehát az első program az megvolt, kisétálunk. Oké, mi vár bennünket kint? Igen, ahogy megérkezünk a rendezvény területre, a május fa már fel van állítva, és az első program a Szabadidő Központban a május fa tánc lesz, amiben szintén a táncegyüttes, illetve a hegedűs együttes fog közreműködni. Ők miután befejezték a május fa táncot, a nagy színpadon is több csoporttal fellépnek. A nagyszínpadi programok fél egytől fognak folytatódni, amikor a Kecskeméti Városi Fúvós Zenekar fog koncertet adni, ez megközelítőleg egy egyórás koncert lesz. Őket követően fél négytől pedig az M. Bodon Pál Zeneiskola adja elő a nagy sikerű filmzenei est koncertjét, ahol olyan örök klasszikusok lesznek majd meghallgathatók, mint például a VUK,
de napjainkban nagyon népszerű a Trónok harca, ezt is elő fogják adni, de például a Karib-tenger kalóza is fel fog csendülni. A nagy színpadon utánuk táncfellépések fognak következni, 4 órától a TST Táncstúdió, majd 5 órától a Grapevine Show Dance Club fog fellépni. Ezt követően pedig majd a Majár is egyik fénypontjára kerül sor, a nagy színpadon a The Beavers fog este 6:30-tól élő koncertet adni. Na most ez volt a nagy színpad, de azért minden nagy színpad mellett vannak kísérő rendezvények. Erről, ha néhány szót tudnál nekünk mondani. Bizony, hát a mi nagy színpadunk mellett nem csak kísérő rendezvények vannak, hanem van egy kis színpadunk is. Ez a kis színpad fog helyszínt biztosítani rendkívül nagy sikerű evő, illetve ivó versenyeknek. Ez gondolom nagyon népszerű lesz. Nagyon. Őszintén szólva mi is megdöbbentünk, mikor 2 éve bevezettük ezeket a kísérő programokat. Nem árulok el nagy titkot, hogyha azt mondom, hogy a sorivó versenyre szoktak a legtöbben jelentkezni, de a gyermekek számára a szörpivó verseny, vagy a lekváros kenyérevő verseny is nagyon hívogató, illetve kecsegtető szokott lenni. A kis színpadon kívül pedig a majális rendezvény területén belül még további programokkal várjuk a kilátogatókat. A gyerekek számára elsősorban a Májusváró gyerek zsibongót ajánljuk, ahol népi játéktár lesz, illetve népi kézműves foglalkozásokon lehet majd részt venni. Ezen kívül természetesen légvárvilág, illetve újdonságként egy dínósátor is fel lesz állítva a majálisnak a területén. Nem csak a gyerekeknek, hanem a felnőtteknek is én úgy gondolom, hogy nagyon jó program és örök élmény lehet Kádár Felkó fotószínháza, ahol ingyenesen lehet fotókat készíteni, amelyeket utána e-mailben fognak megkapni. 2 tematikája van ennek a fotószínháznak, az egyik a régi idők focia, a másik pedig a sörkert, és tényleg itt ingyenesen készítenek fotókat különböző díszletekkel és jelmezekkel. Aki az italozás, illetve az ételfogyasztás mellett kicsit mozogni is szeretne, azok pedig egész nap bátran kipróbálhatják a sárkányhajózást is. Na most a következő váratlan kérdésem az az lenne igazából, hogy hát ha már fotózás, lehet fotózkodni a díszletek mögött, de hát van nekünk egy, vagy van nektek egy fotópályázatotok is. Az itt készülő fotó ugyanúgy be lehet a versenybe nevezni? Pontosan, a Szabadidőközpontban már egy éve zajlik az úgynevezett évszakos fotópályázatunk, amely, ahogy a neve is utal rá, évszakokhoz kötődik. Viszont most a tavaszi fotópályázatot egy olyan tematikával hirdettük meg, hogy alapvetően a rendezvényeinken készült fotókat várjuk, mivel szinte minden hétvégén és nagyon sok hétköznapon is vannak rendezvényeink a Szabadidőközpontban, de természetesen a Majár is lesz a legjelentősebb, úgyhogy bízunk benne, hogy minél több szép fotó fog készülni. Hát remélem, hogy megrendeltétek a jó időt is, ez lesz a holnapi nap, de gondolom még további rendezvények sorozata várja majd a kilátogatókat a Szabadidőközpontba egész nyáron. Erről, ha néhány szót mondanál. Igen, a tavalyi évtől kezdve jelentősen növeltük a Szabadidőközpontban a rendezvényeink számát. Vannak olyan klasszikus programok, amelyeket természetesen átemeltünk az előző évekről. Ezek közül elsősorban a Hullócsillagok éjszakáját emelném ki, amely augusztusban szokott lenni. Ez egy rendkívül népszerű rendezvény, nem véletlenül, hiszen nagyon hangulatos, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon érdekes is, mivel megelőzően a hullócsillag nézést, csillagászati előadásokat is lehet meghallgatni. Ezen kívül pont múlt héten rendeztünk egy évszakos sétát is, a tavaszi sétát, de ez természetesen nyáron, illetve ősszel is folytatódni fog. Azok, akik pedig sportosak, szeretnek mozogni, ők az idei évben is részt vehetnek majd a jóga programjainkon, ami idén is Titkos Tisztások néven fog futni. Mindig meglepetés helyszíneken várjuk majd a jogázókat. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy ennyi hasznos információt megosztottál velünk, és ígérem, hogy kint leszünk, és minél több rendezvényről, műsorszámról megpróbálunk beszámolni. Jó köszönöm. Munkát nektek holnapra! Köszönjük! Országszerte mozik, művelődési házak, könyvtárak ünnepelték idén is közösen a Magyar Film Napját. Minden helyszínen más-más programokkal várták az érdeklődőket.
A legtöbb helyen filmvetítéssel és filmelemző beszélgetéssel készültek a szervezők. A Kecskeméti Otthon mozi a 70-es évek animációiból válogatott, és ezzel várta az érdeklődőket. Érkeznek a nézők a Kecskeméti Otthon mozi Magyar Film Napja programjának vetítésére. A Magyar Nemzeti Film Alap ZRT animációs csokrát Szoboszlai Péter, Balázs Béla díjas magyar rajzfilmrendező is megnézte. Elmondta, hogy miért a 70-es évek a magyar animáció aranykora. A belső piac megnövése, érdeklődése, kíváncsisága, tehát volt egy nagyon nagy közönség kíváncsisága Pannonia filmek iránt. A stúdión belül pedig rengeteg információ, tapasztalat összegyűlt a 70-es évek elejére. Nagyon sok külföldi utunk volt, már külföldi díjazások is voltak, úgyhogy ez a kettő nagyon jó hatással volt ránk, mindenkire, aki akkor ott dolgozott. A Magyar Filmnapja alkalmából a Kecskeméti Otthon mozi a 70-es évek animációiból összeállított válogatással készült az érdeklődőknek. Csenkiné Túri Edittől, az Otthon mozi vezetőjétől megtudtuk, miért április 30-án tartják ezt a napot. Nincs akkora misztifikáció mögötte. 1901. április 30-án vetítették először az első magyar filmet, a Tánc című némafilmet, amiben Márkus Emilia és Blaha Luisa látható. Ezt a filmet egyébként az Uránia, a budapesti Uránia filmszínház tetején vették föl, és hát igaz, hogy a film nem maradt fönn, de hát a korabeli sajtókból, plakátokból igazán jól lehet tájékoztatni, hogy milyen is lehetett ez a film. Ezért került ez a Magyar Filmnapja erre a dátumra. Tavaly volt az első ilyen rendezvény, és idén nem volt kérdés, hogy csatlakozunk-e ehhez a programhoz. Nagyon-nagyon fontosnak tartjuk a Magyar Filmnapját, és hadd mondjam el, hogy bár a mozi a végső helyszíne egy magyar filmnek, vagy egy filmnek, de hát hosszú-hosszú folyamat során kerül a filmszínházakba maga a film, mint szórakoztatási eszköz, egy egész struktúra, és nagyon-nagyon sok ember dolgozik azon, hogy a film nézhető formában a moziba kerüljön. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a Magyar Film Napjával nem csak a filmet ünnepeljük, hanem az egész filmgyártást is. Számos kecskeméti vagy Kecskeméthez köthető filmes és színházi alkotó ünneplése mellett a nap arra is alkalmat ad, hogy a magyar animáció előtérbe kerüljön. Nagyon szerencsések vagyunk, mert rengeteg animációs rendező él itt a városban. A Szoboszlai Péter, a Horváth Mária, Nagy Lajos, Szilágyi Varga Zoltán, és például a 17 órától kezdődő animációs válogatásunkban a Szoboszlai Péter egyik filmje is bekerült. Úgyhogy én azt gondolom, hogy jó kis programot állítottunk össze, és mindenki megtalálja magának valót, és hát ünnepeljük együtt a Magyar Film Napját, a magyar filmet. A Magyar Nemzeti Film Alap felhívására idén is sokan csatlakoztak a Magyar Film Napjához országszerte. Magyar filmes programokat szerveztek mozikban, filmklubokban, iskolákban, könyvtárakban, művelődési házakban, Budapesten, a nagyvárosokban és a legkisebb településeken egyaránt. A kecskeméti vetítés előtt dr. Varga Zoltán filmesztéta mondott bevezetőt az animációs válogatás műveiről. A magyar animációs film sokáig első számú műhelyének számító Pannonia Filmstúdiót a fénykorában, nagyjából a 70-es évek második felében, 80-as évek első felében a világ 5 legjelentősebb animációs filmkészítő stúdiója között jegyezték. Tehát abszolút van mire büszkének lennünk, van mire visszaemlékeznünk, és szerencsére azért a jelen is elég sok izgalmas meglepetést tartogat. Mindazonáltal a mai összeállítás az alapvetően egy bizonyos évtizedre fókuszál. Azt lehetne mondani, tehát sokan emlegetik a szaksajtóban, hogy a Pannonia Filmstúdió maga volt az magyar animáció aranykora. Ezt lehet árnyalni, hogy mondjuk a 60-as évek volt a rövid filmek, a rövid animációk aranykora. A 80-as évek első fele volt az egész estés rajzfilmkészítésnek a legnemesebb, legdicsőbb időszaka. Ehhez képest a 70-es éveket talán leginkább a sorozatok fénykoraként jegyezhetjük.
A 3/4 órás összeállítás az 1812-es év című animációval kezdődött, amely Reisenbüchler Sándor 1972-es alkotása. Egy fantázia játék, ami Napóleon 1812-es hadjáratáról szól, és Csajkovszki zenéjére készült. De a válogatásban látható volt még Macskási Gyula, Várnai György, Ternovszki Béla, Szoboszlai Péter, Jankovics Marcell, Foki Otto és Gyulai Lévius alkotása is. A kiemelőben minden nap egy-egy tematikus műsorral várjuk Önöket. Ma Annó magazinunkat láthatják. Kedves nézőink! 15 évvel ezelőtt, 2004. május 1-én Magyarország az Európai Unió tagja lett. A Kecskeméti Televízió több műsorában is foglalkozott a csatlakozással. A következő percekben ezekből idézünk föl néhány részletet. Atlasz cédrussal ajándékozta meg Kecskemét városát az Állami Erdészeti Szolgálat. A mai nap uniós csatlakozásunk első napja tiszteletére. Ezzel a faültetéssel kezdődött a május elsejei ünnepi rendezvénysorozat. Ma reggeltől Magyarország is tagja az Európai Unió közösségének. A történelmi nap tiszteletére fát ültettek a főtéren a város önkormányzatának képviselői. És nem is akármilyen fát. Az atlasz cédrus uniós reményeinket is kifejezi. Miután Európában ez egy közkedvelt fa, a közparkokban, dél-európai erdőkben előszeretettel ültetett fafaj, abban reménykedünk, hogy az Európában növekvő, élő atlaszcédrusokkal közösen, imáron Kecskemét főterén elültetett atlaszcédrus közösen fog növekedni, és ezzel egyidejűleg kifejezi azt a fajta reményt, hogy a közös Európában az álmaink teljesülni fognak. Aki fát ültet, az bízik a jövőben, mondta ünnepi beszédében Szécsi Gábor polgármester. A fa ma kettős jelkép. Egyfelől jelképezi kötődésünket, gyökereinket, nemzeti hagyományainkhoz, kulturális örökségünkhöz. Másfelől jelképezi a jövőbe vetett hitünket, az új életet, az új élettel kapcsolatos reményeinket. A faültetés után atléták vitték a szabadidőközpontba zászlóinkat, ahol május faállítással folytatódott az ünnepi rendezvény. Ünnepi hangversennyel köszöntötte Magyarország Európai Uniós csatlakozását a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar tegnap este a Kodály iskola dísztermében. A koncert szólistái a Zeneművészeti Szakközépiskola kiemelkedő tehetségű növendékei voltak. Magda Dávid orgonista, Pusker Ágnes hegedűs és Szalai Éva zongorista, a jövő ígéretei, akiket nem sokára talán már művésznek neveznek. Nem véletlenül voltak ők a koncert első részének főszereplői. Ez alkalommal egy ilyen uniós csatlakozás alkalmával nagyon kiemelten kell rájuk figyelni, tudnék, ez nekik szól ez a jövő. És hát így az a koncert első fele is ezt az utat mutatja, és éppen ezért a Kodály iskola kiemelkedő képességű, kivételes tehetségű szólistái, hangszeres szólistái fognak szóló, illetve versenyműveket játszani, és hát a zenekar szolgáltatja a kíséretet. A fiatalok cseppet sem voltak megilletődöttek a nagy lehetőségtől. Úgy mozogtak és úgy játszottak a közönség előtt, mintha mindig is ezt csinálták volna. Ez hatalmas megtiszteltetés, és óriási lehetőség, hogy lehetőséget adott a zenekar, és Gerhardt Laci bácsi, hogy
zenekarra játszanak a fiatalok. Ez, hogyha kimegy az ember az életbe, és esetleg több alkalma lesz arra, hogy ismét zenekar elé álljon, ez óriási rutint ad neki. Művészi pályafutásokat ők már egy új világban teljesíthetik ki. Dr. Csatári Bálint, az MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézetének igazgatója köszöntőjében arra figyelmeztetett, hogy a most nyíló nagyobb játéktér csak akkor teremt számunkra új távlatokat, ha a helyi társadalom, a helyi közösség jól működik, és a rövid távú gondolkodást felváltja a hosszabb előretekintés. Okosan kellene élni az adódó lehetőségekkel. Tudatosan, fokozatosan építkezve, feltárva a politikai ciklusokon átívelő valódi távlatokat, és azok szerint lépegetni. A koncert második részében Dvorzsák Új világ szimfóniája csendült fel. Igaz, a csezeneszerző ezt a művét amerikai élményei hatására írta. A magával ragadó szimfónia azonban méltóképpen köszöntötte azt az új világot, azt az új korszakot is, amely lehet, hogy eleinte csak észrevétlenül, de mégis megkezdődött Európában és Magyarországon. Remények, kételyek, bizonytalanságok kísérik Magyarország uniós tagságát és magának az Európai Uniónak a jövőjét is. Egy valami azonban biztos, ahogyan a franciák megmaradtak franciának, a dánok dánnak, a németek németnek, úgy a magyarok sem kell mássá lenniük. Nincs valamilyen elképzelt európai polgár, van viszont kulturális sokszínűség, ami erény és érték az unióban. Hogyan látják kecskeméti alkotó emberek a magyar kultúra jövőjét az unióban? A kérdést Radkai János tette fel Kéri Miklós kamerája előtt. Az összeállítás vágója Csányi Mihály volt. Az ünnepek nagyon fontosak az ember életében, hiszen ilyenkor kizökkenünk a hétköznapok világából, lelkünk megtelik egyfajta emelkedettséggel. A jelenben a múltra is emlékezünk, azonban már távlati célként a jövőre fordítjuk figyelmünket. Mire is készülhetünk Európai Uniós csatlakozásunk alkalmával? Milyen kulturális, művészeti értékeinkre lehetünk büszkék? Annyit változott már a világ. Az emberek már nem arra kelnek, illetve fekszenek le, hogy népzene szól a rádióban, a televízióban. Tehát nagyon jó szinten és nagyon nagy odafigyeléssel kell jó minőségű produkciókkal fölhívni a figyelmet Magyarországra és a mi jó kis kultúránkra. A magyar kultúra szerves részét képező gazdag népzenei és komoly zenei hagyományainkra is igazán büszkék lehetünk. A legszínesebb népzenei, illetve néptánc, illetve népművészeti hagyomány a magyaroké. Talán a nyugat-európaiak már elveszítették azokat a sok szép magukénak mondható hagyományaikat, népi hagyományaikat, ami még nálunk élő, és igazán büszkék lehetünk rá. Most hagyj idézzem ezt az egyszerű mondatot a jövő szempontjából is, hogy bízunk a jövőben, meg magunkban, amit vihetünk, mert hiszen ami jó, az jó, és tegyünk így, higgyünk benne. Előnyös helyzetben van a magyar színházművészet, hiszen a korábbi évek hagyományaihoz híven mindig is az európai színházi nyelvet beszélte ez a művészeti ág, függetlenül a magyar nyelv sajátosságaitól. Legjobb előadásaiban a magyar színház mindenkoron, tehát itt a Kecskeméten is dolgozó dr. Németh Antal épp úgy, mint elődje Hevesi Sándor a Nemzeti Színház élén európai színházat csinál. A magyar színház és egész szerkezete is alapvetően a német színházat követte szerkezetében és olykor előadásaiban is. Tudnivaló, hogy a magyar színházi szerkezet az egy nagyon komoly érték, amit nekünk mindenképpen meg kellene óvni. Az Európai Unió országai közül 8-ban van még ilyen, tehát számosakban nincsen. Azt hiszem, hogy ha ezt így 210 éven át meg lehetett őrizni, akkor a mi feladatunk az, hogy ezt őrizzük továbbra is magyarként és európaiként. És hogyan vélekedik a csatlakozásról a színházigazgató rendező? Én azt remélem, hogy továbbra is európaiak tudunk maradni, ahogy eddig is igyekeztünk azok lenni, most már 1100 éve, olykor ez többeknek sikerült is, másoknak kevésbé. Úgy gondolom, hogy nekünk továbbra is alapvetően humanistának kellene maradnunk, európaiak már igencsak voltunk.
Sajátos a magyar képzőművészet helyzetének alakulása, hiszen egy viszonylag könnyen befogadható és értelmezhető művészeti ág kerül még közelebb az európai közös művészethez. Én azt hiszem, hogy Európa különböző országaiban sokkal nagyobb kultusza van a grafikának, és itt elsősorban a részkarcnak, mint Magyarországon. Itt inkább az olajfestmények azok, amelyeket szívesebben vásárolják, hiszen természetesen egy alkotó eladni is szeretne. De vajon milyen előnyöket, könnyítést jelent a művészek számára mindez? Én úgy gondolom, hogy talán abban jelent majd többet, hogy könnyebben tudunk, egyszerűbb körülmények között tudunk kijutni akár külföldi művésztáborokba, vagy pedig, hogyha kiállításunk van külföldön, akkor talán könnyebben tudunk kijutni. Bármerre is nézünk Európában, azokban az országokban, amelyek korábban már csatlakoztak az Unióhoz, megnövekedett az anyanyelv jelentősége. Úgy gondolom, hogy az írás, minden más jellegű alkotó munka az ugyanúgy az emberen fog múlni, mint eddig. Eddig az, hogy milyen összefüggésrendszerbe fog elhelyezkedni az, amit egy alkotó tudós végez, az egészen biztosan erről lehet gondolkodni. Most csak lépünk egyet, de a valódi történések ezután következnek. Tehát azt a kíváncsi állapotot szeretném rögzíteni, amire majd talán valamikor vissza tudok emlékezni, hogy milyen is volt, amikor mi beléptünk az Európai Unióba, és akkor már egy olyan állapotból fogunk erre a napra visszatekinteni, amikor az egészről sokkal többet tudunk, mint most. Ahány művész, annyi vélemény. Így van ez rendjén. Még akkor is, amikor a több mint 1000 éve Európához tartozó Magyarország életében egy újabb jelentős történelmi esemény következik be. Európai Uniós csatlakozásunk kihat az élet minden egyes területére, így a különböző művészetekre is. A híróra végén a nap legfontosabb híreit láthatják egy percben. Következzen az Esti Gyors. A Neumann János Egyetem idén is csatlakozott a Lányok Napja elnevezésű országos programsorozathoz. A rendezvényen középiskolás lányok látogathatták meg az intézményt. Ítélet született a hasba szúrt kislány ügyében, kiderült, az orvos és a nagymama is bűnös volt. Több mint 10 elektromos autótöltőállomás van ma már Kecskeméten, de még mindig sokan helytelenül használják ezeket. A parkoló helyekre sokszor hagyományos gépjárművekkel is beállnak. Nőtt a kereslet a Kecskeméten gyártott Mercedesek iránt. A Daimler első negyedéves beszámolója viszont több kategóriában is csökkenésről tanúskodik, de a helyben gyártott kompakt autókból többet adnak el. Idén is a Tó Hotelnél rendezik meg a Kecskeméten a városi majálést. A rendezvény ideje alatt a vendégek két kaput is használhatnak a Benkó Zoltán Szabadidőközpont Csabai Géza körút felüli oldalán. Kedves nézőink, a hírórában legközelebb csütörtökön várjuk Önöket este 7-től 8 óráig. A híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval, érdekességgel szolgálunk minden hétköznap. Kedves nézőink, mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép estét kívánok mindannyiuknak, viszontlátásra!